Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóim! A legújabb vendégem Szilágyi Nóra énekesnő. A Mesehetes együttes énekesnője, az együttes már 15 éve aktívan fellép és elkápráztatja a közönséget. A beszélgetés során kérdezem az erdélyi zenei karrierről és a jó csapatmunkáról is. Tartsatok velünk! És akkor köszöntöm is Nórát, üdvözöllek! Szép jó napot mindenkinek, szia, köszönöm a meghívást! Mesélj egy keveset magadról, hogyan indult a zene iránti szereteted? Hát szerintem, aki erre születik, már egyből, ahogy megszületik, elindul ez a dolog, de legkésőbb az óvodában. És hát én az óvodai emlékekről tudok mesélni, hogy tudom, hogy mindig én voltam kiállítva, hogy gyere, Nóra, énekelj valamit, akármilyen ünnepség volt, ugye. Mindig első között voltam, de szerettem én magamtól is kiállni, ha nem kértek fel, akkor is kellett valami fontosat énekeljek mindig valahol. Úgyhogy szerintem ez már kisgyermekkorban előjön. Tehát az első emlékeim az ilyen óvodáskor, és hogy anyukám még nagyon-nagyon sok jó zenét hallgattak, akkor még kazettáról, Katona Kláritól kezdve, Cserháti Zsuzsánát, tehát a legjobb énekeseket hallhattam már kicsi koromtól, és hát ugye ezeket utánoztam, meg rádióban, mindenhonnan. Amikor szólt a zene, akkor én már rá kattantam a szép dalokra, és igyekeztem megtanulni őket. Úgyhogy így indult. Számodra az énekesnői karrier egyértelmű döntés volt, vagy voltak más szakmai álmaid is? Igen, hát az elején, amikor az ember ugye tanítónéni vagy tanítóbácsihoz kerül, akkor szeretné azt csinálni, úgyhogy voltak ilyen álmaim is. Fel is végeztem a tanító és óvóképzőt, úgyhogy akár azt is csinálhatnám, azt is nagyon szeretem. A gyerekeket tanítani, csak hát inkább mondhatnám azt, hogy magát a rendszert nem szeretem, ami most van itt az országban, úgyhogy inkább azért nem tanítok, de az volt a másik álmom. Meg a turizmus, úgyhogy egy turisztikát is elvégeztem, és úgy gondolom, hogy valamikor lehet, hogy turizmusban fogok dolgozni, mert nagyon szeretem ezt a témát is, és nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen szép helyen élünk. Tehát akkor igazából több karrier opciód volt, és végül az énekes lett a fő. Nem, amit nem tudsz, az az, hogy a színházban dolgozom, mint közönségszervező, és az lett a fő igazából több mint 20 éve. A Csiki Játék Szín közönségszervezője vagyok, úgyhogy másoknak is az éneklését, illetve szereplését is segítem a civil munkámban, mert hogy ugye Romániában nem igazán könnyű megélni csak éneklésből, úgyhogy kellett választani egy civil szakmát, és valahogy úgy alakult, hogy tanítás helyett szervező lettem, mindig szerettem sok dologgal foglalkozni, embereket mozgatni, tömegeket mozgatni, ezt az énekléssel is ugye csinálom. Tehát, hogy énekes mi voltomból kifolyólag is, azt gondolom, hogy ez onnan is jön. És hát ugyanakkor meg valahogy ezt hozta az élet, és ugye nincsenek véletlenek, úgyhogy a fő-fő tevékenységem az ez a hétköznapokban, és csak utána jön az éneklés. Tehát kellett egy stabil karrier, viszont egy stabil civil munka is mellette. Uh-huh. Nos, a Mesehetes frontasszonya vagy immáron 15 éve. Hogyan indult a közös munka? Pontosan a színházhoz kapcsolódik ez a dolog, már maga az indulás. De hogy honnan pattant ki a dolog, hát ez már kicsi koromból. Tehát ha azt gondoltam, hogy ha majd énekesnő leszek, akkor fogom énekelni a Vukkot. Tudjuk, a fürgerók, a lábak, súradó kis árnyak, hip-hop, jön Vukk. Ezt nagyon szerettem énekelni kisgyerekkoromban. És hogy elképzeltem, hogy lesz egy zenekar mögöttem, és azt fogom énekelni, ilyen szép rajzfilm zenéket. És aztán volt egy zenekar, akik ott zenéltek pont a színházban az egyik előadásban, és én őket ismertem külön-külön, mert ugye a zenei életben azért egymást ismerjük, hát énekeltem már itt is, ott is, tehát különböző projektekben, többek között ilyen filmzenés, sanzonos műsorom volt már akkor, és hát ismertük egymást, és felkértem ezeket a srácokat, így nagyjából az én korosztályom volt, vagy kicsivel, egy-két évvel fiatalabb, akkor mondtam, hogy mit szólnátok, ha csinálnánk egy olyan zenekart, ahol ilyen rajzfilmzenéket dolgoznánk fel, jazz, blues és mindenféle stílusban. És hát gondoltam, hogy biztos kikacagnak, és azt mondják, hogy hát ez hülyeséget, írjunk saját zené, írjunk valami jót, vagy mit tudom én, játszunk rockot, vagy játszunk jazz. És nem, nagyon-nagyon-nagyon nyitottak voltak,
Nagyon szerettem őket akkor és most is, nagyon-nagyon ragaszkodom ehhez a zenekarhoz, mert hogy ennyire nyitottak voltak erre az ötletre. És akkor szóltunk még egy-két embernek, mert azt hiszem, hogy talán a dobosunk nem volt abban a zenekarban ott akkor, és akkor még hívtunk egy dobost, és elindult a banda. Mi volt a fő cél az együttesről? Ugye mondtad, hogy gyerekdalokat szeretnétek énekelni, viszont mi volt még a más cél? A közönséget megmozgatni, promotálni ezeket a dalokat? Igen, egy kicsit az volt a háttérben, hogy nagyon kevés jó gyerekzenekart láttam, vagyis hogy ilyen nagyon igényes zenét játszó zenekart. Akkoriban, tehát 10-15 évvel ezelőtt, inkább csak egy-egy gitás, egy-egy furulya és kész, ezt így megoldották, és mi pedig elég kemény hangszerekkel. Tehát nagyon nagy kihívás egyébként ezeket a zenéket játszani, mert már például, ha most azt veszik, most pont egy rossz példát mondok, de hogy a Tom és Jerry háttérzenéje például egy óriási big band. Tehát, hogy nagyon komplikált zenék vannak. Vagy például a Süsü dalát, azt a Bergendi zenekar játszotta, ott is fúvós és mindenféle hangszerekkel. Úgyhogy ez volt nekünk a motivációnk, hogy csináljuk meg jól, dolgozzuk át, dolgozzuk fel, és adjuk hozzá a saját egyéniségünket. És hát a legkíméletlenebb közönség előtt is állja meg a helyét, és ez a gyerekek közönség, mert hogy a gyerek közönség, vagyis tehát a kicsikék, a gyerekek, ők nagyon őszinték. És hogyha unják abban a pillanatban, észreveszünk rajtuk, hogy valami nem oké. De hál' Istennek nem szokták unni, hanem sőt, ilyen igazi nagy rockkoncert hangulat szokott lenni, és sokszor a szülők is ott csápolnak velünk. Mert hát persze van rock, meg van mindenféle műfaj, vagy például a kicsit ilyen elektróhatású zenéket is belevegyítünk, és ilyen nagyon nagy ugrálós, csápolós koncertek szoktak lenni. Úgyhogy ez volt a fő cél. És ugyanakkor legyen interaktív, tehát hogy a gyerekeket is mozgassuk meg, kérdezzük meg, és énekeltessük meg. És általában velünk énekelnek, és ez nagyon jó érzés, a közös éneklés. Tehát akkor senki nem unatkozik egy koncerten. Hát reméljük. Reméljük, hogy nem. Mit gondolsz, miért volt és miért mindig ilyen hosszú életű a meseletes csapata? Tehát nagyon sok éve már együtt vagytok, és nem volt tagváltás sem. Mi a titka szerinted a... Igen. 11 évig nem volt tagváltás, aztán ketten kiszálltak, ők lehet, hogy mondhatnám így, hogy egy kicsit lehet már beleuntak, mert nem, éppen akkor nem fejlődtünk, nem csináltunk új dalokat, aztán azóta kicsit mozdítottunk, tehát 11 évig együtt voltunk, és azt gondolom, hogy az is óriási szám, tehát hogy 11 évig egy zenekar tagváltás nélkül az nagyon-nagyon ritka, nagyon büszke voltam rá, akkor is nagyon hangoztattam, és most is hangoztatom, mert akik benne maradtak, azok ugyanazok a személyek, akik voltak eredetileg, tehát ugyanaz a dobos, ugyanaz a fuvolista. Mondjuk itt el a neveket? Most úgy Persze, érzem, ez lenne a persze. pillanat, mit szólsz? Azt hiszem, ez így jó lenne, igen. Jó, akkor kezdjük azzal, hogy a fuvolánál Boldizsár Szabolcs, nagyon-nagyon tehetséges zenész és zenetanár is, és nagyon büszke vagyok, hogy vele játszhatok, de ugyanúgy a többiekre is, mert hogy a gitárnál Kriszbai Imre hallható és látható, aki szintén a művészeti liceum gitártanára. Aztán menjünk tovább a bőgőnél, vagyis basszusgitárnál Szakál Attila, kedves kollégám, és a doboknál György Csongor. És én pedig ugye a mikrofonnál Szilágyi Nóra, de ezt már mondtuk. Így teljes. Szerinted nehéz énekesi karriert építeni Erdélyben? Ugye mondtad, hogy nehéz is, meg kell egy civil munka Nehéz. is, és egy... Igen. Hát itt nagyon-nagyon ritka példa van, és itt van egy nagy példaképem, akit megemlítenék, és ő Koszika, biztos, hogy tudod ki az, vagy tudják a kedves hallgatók, hogy kiről beszélek, Koszika, aki úgy tudom, hogy ő csak ebből él meg, és nagyon-nagyon jól csinálja a marketing és mindenféle részét ennek a dolognak, tehát szerintem ő eldöntötte fejben, hogy ő ezzel fog foglalkozni csak, és kész. És azért irigylem őt idézőjelben, ami pozitív irigység, és azért vagyok rá büszke, és azért mondom, hogy ő az FB példaképem, mert hogy ő bevállalta ezt, ő bemerte vállalni, hogy ő csak zenéből éljen meg. Nem mondom, hogy én nem tudnám, mert hogy biztos, ha csak ezzel foglalkoznék, nem a színházat menedzselném, úgy mint idézőjelben, vagyis hát marketingelni inkább, vagyis adnám el
az előadásokat a nézőknek, és hoznám be a nézőket, hanem hogy a zenekaraimat adnám el, és csak ezzel foglalkozik, csak ezzel a nap 24 órában, vagy mit tudom én, 10 órában egy nap, akkor biztos, hogy meg tudnék belőle valahogy élni. De ahhoz, nem tudom, óvodákba kéne zenéjek, vagy tanítsak, vagy ilyen pedagógiai munkákat, biztos, hogy kéne még hozzátegyek, hogy, tehát, hogy megéljek belőle, hogy bulizás, lagzizás, partizás, mindenféle legyen ahhoz, hogy tényleg fent tudjam tartani magam. Magam és a kisfiam, mert a kisfiamat is ugye én nevelem. Egyedül álló anyaként és büszkén vállalom, és ezt azért mondom el, hogy azért nem csak rólam van itt szó, tehát hogy én nem nagyon merném bevállalni, és nagyon büszke vagyok azokra, és nagyon elismerem azokat, akik bevállalják, főleg Erdélyben, de szerintem Magyarországon is, hogy csak a zenéből éljenek meg. Azért legtöbben azt csináljuk, így az erdélyi ismerőseim közül is, hogy van egy civil munkánk, azt végezzük nap, mint nap, és akkor hétvégenként, vagy fesztiválokon, vagy különböző rendezvényeken, amikor meghívnak, akkor koncertezünk. De nagyon nehéz, nehéz Erdélyben. Hát ez biztos. Te ugye a Csiki Jazz-t szervezted, és ez a fesztivál is megy már nagyon régóta. Mi volt a fő motiváció emögött? Emögött az volt, hogy nem voltak akkor még fesztiválok Csíkban, azóta már fesztiválváros lettünk, ezt kijelenthetem, de akkor még volt, akkor még csak két fesztivál volt, ha jól emlékszem, a Régi Zene Fesztivál is a Dobban. Fesztivál, ami mind a kettő nagyon jól állja a helyét azóta, és mind a kettő nemzetközi is nagyon-nagyon vagány. És akkor jöttem én a Csíki Jazz-zel, mert hogy a jazz az igazából annyira nagy kihívás volt Csíkban, tehát nem igazán voltunk, 5-6-on voltunk, akik képesek voltunk elmenni az ország túlsó felébe egy jazzfesztiválra. Hallgatóként én léptem is fel jazz énekesnőként, mert akkor éppen egy jazzzenekarom volt, Szent Györgyön, és én voltam a Csíki énekesnőjük, és hát léptünk is fel ilyen-olyan fesztiválokon, nagyon-nagyon tetszett a hangulat, és azt gondoltam, hogy miért ne csináljak Csíkba egy fesztivált, mégpedig egy jazz fesztivált, ami egy ilyen teljesen lehetetlen kihívás volt, és hát nem volt lehetetlen, mert nagyon sokan mellém álltak, az akkori vezetőség is, városvezetés is támogatta az ötletet, ha nem is olyan túl-túl nagy összeggel akkor még, mert hát ugye még induló fesztivál volt, nagyon sok támogató mellénk állt, és hát egy csomó pályázatot azért meg kellett írni, tehát nagyon nehéz volt össze kalapozni, hogy úgy mondjam, a pénzt az első fesztiválokra. Most már egy kicsit könnyebb, mert már ismernek minket, elismerik a fesztivált, mert óriási nagy nemzetközi fesztivál lett, ahol most már világsztárok lépnek fel évek óta. Tehát, hogy úgy mondjam, szerintem egy 8 éve biztos, hogy már óriási világsztárok lépnek fel, és ezt ugye tudják mindenhol, és támogatják, és remélem, hogy jövőre is, adja Isten, hogy minden jól menjen, mert ugye mindig hát ilyen megszorításokról hallani mostanában, mostani körülmények miatt, amit inkább ne hozzunk most be a képbe ennél részletesebben, de hogy remélem, hogy jövőre is ugyanígy meg tudjuk szervezni, és ugyanolyan óriási siker lesz, mint az idei. Tehát nehezen indultál, de most már egy stabil sikersorozat, hogy így mondjuk. Igen, így mondhatom. Fellépés során mire kell leginkább odafigyelned, mint énekesnő? Hát az energiára, amit mi árasztunk, vagy én árasztok, én kommunikálok ugye a közönségnek, mint frontember, vagy frontasszony, ahogy szokták mondani. Tehát ugye nagyon fontos, hogy hogyan is kezdjük, indítjuk a koncertet, és hogyan is kommunikálunk a közönségünkkel. Ez a legfontosabb. És hát ugyanakkor vinni, tartani a nézőket, a közönségünket velünk tartani, hogy úgy mondjam, hogy velünk mozogjanak, lélegezzenek. Ez a legfontosabb szerintem, és egymásra figyelni természetesen, ez a háttérben a legfontosabb. Nos, az elmúlt évtizedek során kialakult egy lojális közönség is számotokra. Szerinted fontos a rajongókkal a kapcsolattartás, a kapcsolatteremtés? Igen, természetesen. Ezt még lehet, hogy csinálhatnánk egy kicsit jobban is intenzívebben a marketing felé, csak mivel annyira sok mindennel foglalkozom, nem mindig jut erre időm, és hát a fiúkat nem igazán tudom rávenni, hogy ezzel foglalkozzanak, de azért néha szoktunk egy-egy kis videót készíteni, vagy egy-egy új ötlettel előállni.
Igen, hát megvan a közönségünk, hogy a közönségünk folyamatosan növekszik, vagyis nagyon sok gyermek ezen a zenén nőtt fel, és most már nagyok, és jönnek azért sokszor a kistesókkal együtt, még megnézik a koncerteket. És persze nagyon-nagyon fontos, hogy benne legyünk a köztudatban, hogy tudjanak róla a szervezők, hogy van ez a zenekar, még mindig van 15 éve, most lesz a 15. születésnapunk pár hónap múlva. És akkor szeretnénk egy ilyen nagyobb bulit összehozni, és egy ilyen hatalmas, hát ilyen banzájt gyerekekkel és zenésztársakkal, és még nem találtuk pontosan, de egy ilyen nagy születésnapi bulit a zenekarnak. És az is ennek a része lesz, hogy tartsuk a közönséggel a viszonyt, a kapcsolatot, és hogy, tehát, hogy jól ápoljuk ezt a viszonyt, és hogy hát velük ünnepeljük, köszönjük meg nekik, hogy szeretnek minket. Tehát egy hatalmas ünneplés lesz számotokra és a közönség számára is. Reméljük, reméljük. Hamarosan elkezdjük komolyabban tervezni. És hát június 1-e volt, amikor az első koncertünk volt, még annak idején a Daradicsba, így mondtuk, de amúgy Daradics barátaink, tehát ez a nevük egy házaspárnak, és az volt a kocsma neve, hogy kávéház a négy bölcsin térhez. És ott volt az első koncertünk, és hát mindenképpen őket is meg fogjuk hívni erre a koncertre, és kell találjunk egy jó kis helyszínt, ahol megünnepeljük ezt a szülinapot. Na, szenzációs. Van a zenei karriernek szerint egy sötét vagy nehéz oldala? Mondtad, hogy nehéz megélni belőle, van esetleg más nehézség is a... Hát például a lemez kiadásra, tehát hogy én most már nagyon-nagyon szeretnék kiadni egy lemezt, saját lemezt a zenekarom, a zenésztársaim is ugyanígy, de nagyon nehéz, nagyon sokba kerül, és mindig ott tartunk, hogy azért nincs annyi koncertünk, és nincs annyi bevételünk, pedig lehetne biztos, hogyha csak ezzel foglalkoznánk, de mivel nem merünk csak ezzel foglalkozni, mert ugye nem lehet tudni, hogy meddig és hogyan, tehát ezért nem tudunk annyit keresni és annyit rászánni, hogy kiadjunk egy lemezt. Úgyhogy szerintem ez az egyik legnehezebb még itt Romániában, hogy saját lemezt felvenni, kiadni, jogdíjakat kifizetni, lepapírozni, tehát na, van egy csomó ilyen nehézség. Most például ez is az egyik célom így a fejemben, aztán remélem, hogy a zenésztársaim is, és még néhányan támogatni fognak ebben, hogy meg tudjuk csinálni. Hogy legyen egy emlékünk, és a 10. szülinapra legyen egy lemez, vagy egy pár dal a kezünkben, akár egy bakelit lemez formájában, mert hát ez azért egy nagyon vagány dolog. Na, és mi a legnagyobb öröm a zenélésben szerinted? Hát szerintem a legnagyobb öröm maga a folyamat. Tehát az, amikor elkészülünk, kiállunk, megvannak a technikai körülmények, és elkezdünk a közönséggel kommunikálni, és a közönség visszajelez. Tehát ugyanazt a szeretetet, amit mi adunk, ugyanazt visszakapjuk tőlük. Szerintem ez a legszebb, legvagányabb dolog a világon. Tehát adok, kapok valamit valamiért. Bocsánat. Igen. Nos, mik a terveid szakmailag a jövőre nézve? A terveimet illetően nagyon szeretném folytatni ezzel a zenekarral is, ugyanúgy, ahogy a többivel is, többi projekttel is, mert van még egy-két projekt, amiről így röviden, ha megengeded, egy-két mondatot mondanék. Persze. Hát az egyik új dolog, amit most kezdtünk el nem olyan rég, népdalok alapján készülő dalok, tehát a népdalokat elindítjuk, próbálom autentikus módon énekelni, de nem autentikus hangszerekkel, tehát nem hegedű, nem nagy bőgő és stb., hanem szokványos, tehát a mi hangszereinkkel, amiket mi használunk, ugye a basszusgitár, gitár, dobok, fuvola, igazodta a fuvolista kollégám Szabolcs, ő például kongát is használ, meg próbálunk még néhány több hangszerecskét, kisebb-nagyobb dolgokat, zörgőket mindenféle bevinni. És hát ezekből a gyönyörű szép magyar népdalokból kiindulva egy ilyen nagyon szép zenei kavalkádot összehozni. Ez az N-jazz, ez egy kicsit népdal jazz is, ugyanakkor nagyon sok improvizáció van benne, azért jazz, kicsit a nevem is, a kezdőbetűm is benne van, tehát hogy ez biztos, hogy rólam fogják azonosítani, mert szintén az én fejemből pattant ki a dolog, mint ahogy annak idején a mesehetes.
És hát ez most az egyik szívügyem a mesehetes mellett. De persze a mesehetes azért a legeslegfontosabb dolog, hogy úgy mondjam, az életemben zenei téren, mert ugye a legrégebbi és legkomolyabb és legkitartóbb zenekarom. Ugyanakkor van egy parti zenekar is, amiben szoktam énekelni. Régebb állandó tag voltam, most csak úgy néha-néha összeugrunk a fiúkkal, összeállunk, és hát egy nagyon jó ilyen rockos, partizós koncertet tartunk, mint például most pont a mi színházunkban, itt a Csiki Játékszínben léptünk fel a Kollokviumon, ami a Gyergyói Színház fesztiválja, csak most mi adtuk a helyszínt, és én a zenekarommal tartottam a záró bulit, és hát ilyen óriási jó hangulat volt. Azt is szeretném folytatni, de az csak úgy ritkán. És ugyanakkor van még egy projektem, amit annak idején Rádúj Gábor zongoristával kezdtem el, és Márdi Rossz Ágnes színésznővel, aztán folytattam Kosztándi Zsolt színésszel, tehát hogy ilyen ketten énekeltünk, és egy zongora, és ezt a projektet is tovább szeretném vinni, csak most egy kicsit mással, most cserélődtek a, úgymond a tagok is, most Szabó Zsolttal folytatjuk. Orfeum volt az eddigi címe, Hacacári volt az első címe, mert hogy a Hacacárival indítottunk, és hogy ilyen színházi zene volt az első, utána inkább ilyen Seres Rezső Karádi filmzene, és most a harmadik verzió ebből, mert ugye ez mindig kell változzon, mert annyi jó ilyen magyar dal van. Most ilyen filmzenés, sanzonos, egy kicsit musicalesebbre szeretném most változtatni, és megvegyítve egy kis jazzzel, mert azért a jazz az minden zenekaromba valahogy úgy bekúszik. Úgyhogy ezek a zenei projektjeim vannak, és persze a felvétel mindenből, hogy maradjon meg az utókor számára, tehát például a gyermekeim, unokáim számára legyen meg, hogy énekeltem én. Na hát akkor mindegyikhez nagyon sok sikert kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásomat. Nagyon szépen köszönöm, hogy felfedeztél és meghívtál. Köszönöm a lehetőséget, további sikereket neked is. Viszlát! Remélem, sikerült nektek hoznom egy igényes és tartalmas beszélgetést az erdélyi zenei paletta egyik fényes énekesnőjével. Tartsatok velünk legközelebb is! Sziasztok!